A vasút. Azzal volt csak jó utazni? Emlékszel rá, Krisz? Kicsit sem. Vajon mikor kezdtünk bele ebbe az átkozott rohanásba? Jó napot, két jegyet kérek a Katica Expressre. Sajnálom, ez egy gyerekvonat. Na is az a manus ott elől, ő felnőtt. Ő a vezető. Én nem szavaztam rá. Nem úgy értettem a vezetőt. Jó, hát ha vezető, akkor miért nincs biztonságosan leszigetelve? Nem is így értettem a vezetőt. Kösz, hogy így elviccelődött velem. Most még megnézünk mást is. Jó, akkor én elmegyek bugyit venni. Itt találkozunk kettőkor. Krisz, emlékszel, mi a dolgod? Bekapatni a cipőmet a mozgó lépcsővel, hogy perelhessük a plázát. Meg vagy végre, egy órája kellett volna találkoznom. Jó, mindjárt végzek, egy új játékkal játszom, tök zsír. A Michael Douglas gyammag. Gyere már, Peter, menjünk haza. Hagyjál, Lois, nőknek szerzek örömöt. Peter, egész nap le sem ültem. Menjünk. Én mennék, de Catherine Zeta Jones mancsa ott van a tarkómon. Tudod mit? Békén hagylak, de mi megyünk, te majd hazatalálsz. Mi? Torokrák? De hát csak viszkiztem, szivaroztam és ezt csináltam. Jól van, mehetünk, Lois. Lois? Mort? Hello, hogy tetszik az új sérum? Tiszta beszarás, egy igazi punci mágnes. Hát én, nekem... Fúj. Ékszerüzlet. Azon tűnődöm, hogy kivettem a fülemet. Tetetek bele tágítót, aztán hordhatok benne mindenfélét. Csak felakasztom. Ez borzalmas ötlet. Mert cuki a fülcimpám, tudom, hogy ezt mondják. Öcsém, azt nézd meg, farkalni való félvér előttünk. Neked meg mi bajod van? Az egy emberi lény. Bocs, csak a haverom küldött egy csomó román pornót, és most mindenőt úgy képzelek el, hogy dugom az asztalon. Jó, hát nem pont ilyen mentegetőzést vártam. Elnézést, Tom Shelby. Üdv, Brian vagyok. Biztos egy csomó milliómos szokott itt rámozdulni magára, mi? Ugye? Ugye sokszor szoktunk? Igen, elő szokott fordulni. Meg akart nézni valamit? Már nézem is. Felpróbálhatom azt? Van ízlése. Ez a legszebb férfi gyűrünk. Megnézem, lejön-e, ha eszpenben síjelek. Jó, jól van, jó lesz ez, jó. Tudom, hogy ez sútyoság, de valamiért bejönnek a gazdag pasik. Kérem a gyűrűt, és a számát is. Tessék, hívjon. Mit művelsz? Az a gyűrű $10,000. Nyugi, Stewie. Visszatérítés 72 órán belül. Csak vissza kell hoznom a gyűrűt, mikor nem ő van bent. Visszakapom a pénzt, és ő nem tudja meg. Tökéletes trükk, mint amit a Teddy Roosevelt a Montrás mőre került. Megnyertem a függetlenségi háborút. Én a polgárháborút. Én megszereztem Guamot. Postahivatal, Kohó, Rhode Island. Tudja, hogy mi a nagy hazugság? A szerelem felirazú örökbélyeg. Ön szeretne elém állni? Édv, hasmint. Tudja, hogy mi a nagy hazugság? A sorban a negyedik jöheti, de... Egy, kettő, három... Igen! Cleveland, te itt dolgozol? Ja, végre találtam egy melót. Hé, segíthet önnek a fekka? Persze, ilyeneket nem lenne szabad mondanom. Ki is rúghatnának érte, hogyha itt szoktak volna olyat, de nem. De jó neked. Ezt szeretném feladni ajánlva, Stewie felvételi jelentkezési lapja. A kicsi Stewie egyetemre megy? Nem, új bölcsibe. Még nagyon kicsi. Kifizethetném végre a pofátlanul magas árat, és mehetnék? Rendben, $2.16 lesz. Vagy ha elsőbségivel szeretnéd, akkor $4.37. Jaj, nem, most, hogy új bölcsődébe iratjuk Stewie-t, takarékoskodnunk kell. Sőt, innen munkát keresni megyek. Haladjunk már! Itt a postán például van felvétel. Tényleg? Hát, ez nagyszerű lenne. Igen, boldogan összehozok egy interjút, és fehérnőként itt kisebbségi lennél, ha csak nem vagy alkesz. Peter, beszélnünk kell. Oh. Mostanában nem tetszik Stewie bölcsődéje. Nézd meg, mit adnak uzsonnára. Az ott? Kutyatej. Kutyatejet adnak a gyerekeknek. Hű, de jó, kátej. Nem akarom, hogy Stewie odajárjon, teljesen lepukkant az a kis bölcsi. Van oka aggódni, a vécében ki van írva, hogy ha barna, hagyd málni. Van, amikor túlér az ülőkén. Be kellene iratnunk Stewie-t a Corridorsba, tudom, hogy kicsi drága, de a legjobb bölcsi a környéken. Tényleg? Ott nem olyan rövid gatyában meg sapkában kell járniuk, mint az AC/DC-s csávó? Tényleg, ő miért hordolja? Mert rocker arc! Annak
idején! Nem tudtam, hogy 60 évesen is ezt kell fölvennem! Nagyon fázom! Egy újabb postás trükk, hogyha este viszed ki a postát, szaglászhatod, ahogy készülnek a finom vacsik. Jaj, ne, ott van az Amazon drónja, ne is figyelj oda rá. Csá, Cleveland, mi ott csinálsz? Sétálsz egyet? Nem, postát kézbesítek. Gyalog? Ja, kicsit se tart sokáig. Na, mennem kell. Dagadgatját viszek a dagad fiadnak. Kemény szavak, de nem alaptalanok. Cleveland Junior gatyáit egy olyan cégtől rendeljük, ami grillsütőkre való ponyvákat gyárt. Corridors bölcsőde, ahol a dadús biztonságba helyezheti a gyerekeket. Na hát, ez aztán a flancos hely. Még kartonfigurának is Stanley Tucci-t szerződtették le. Néha szemüveget viselek, és néha pedig nem. Szia, Chadley vagyok. Már háromszor elraboltak, mert sok a pénzünk. Igen, már hallottam a családodról. Két bátyáddal is végzett a drog. Így igaz. Stewie, lenne kedved holnap átjönni játszani? Az mesés volna! Szavamra, végre ott vagyok, ahová tartozom. Mint Judd Hirsch az óriás pulóverboltban. Hello, mind az öten Judd Hirschök vagyunk. Van akkora pulcsiuk, amiben mind beleférünk. Oké, mindenki befelé. Alig várom, hogy leegyem levessel. Oké, Juddok, elcsoszogunk. Ott megy Jerome feltölteni jéggel a piszoárt. Én megyek olvasztósat játszani. Hú, kezdek bebaszni. Van már legalább dél? Nem, még csak 10:40. 10:40? Basszus, akkor el kell húznunk. Ilyenkor dobják ki a Taco Bellből a megmaradt reggelit. Nem hagyjuk meg a mosómedvének. Jó, apám, tényleg? Na ez az élet, fiúk. Piálunk és szemetet eszünk. Így kell kihasználni egy napszabit. Hé, ezek hova tűntek? Azt én nem tudom, de valakinek fizetnie kell. Faszom, leléptek és rám hagyták a cechet. Mit képzelnek ezek? Ki vagyok én? Mark Zuckerbratyó? Úgy látom, sokszor csinálják ezt. Tudod mit? Erre meghívlak. Kösz, Jerome. Te, ha már úgy sincs itt senki, bekapcsolnád a tévét. A körömgombás szörnyecske mindig megnevettet. Ja. Szerinted micsoda ő? Marslakó? Mármint marsi láblakó? Nem tudom, de remélem, hogy az én lábamon nem lakik. Nem, tök zajos. Ha ott lenne, tudnánk róla. Te, nekem nincs is lábkörmöm. Hát, Krisz, úgy látom, ma sem ide senki az asztalunkhoz. Ja, nem lett volna szabad hagynunk, hogy a vaklány megtapogasson. Figyelem, diákok, Shepherd igazgató vagyok, ebédidei bejelentések, és a változatosság kedvéért ma rep stílusban adom el őket, amiért ti kölykök úgy oda vagytok. Akik már ettek, jól teszik, ha pakolnak, mert ebéd után tűzvédelmi gyakorlat, és aki hazafelé tartó irányt vesz, az rendezett... Szar vagy! De nem te vagy a szar! Nem hallak titeket, de felteszem, valaki azt mondta, szar vagyok. Utolsó bejelentés, szavazzatok a bál királyra és királynőre. Ma délután 3-ig lehet jelölni. Léptem béke? Nem, te vagy a köcsög! Ó, ez biztos Jerome. Mi a picsát keres itt, Jerome? Nem rendeltünk piát? Nem, kiruccanunk egy kicsit. Elugrunk a Carver Gimibe és megnézzük a fekete sikerek freskóját. Rácelluxoztak egy borítékot Dr. Cosby arcára. Mi? Cleveland, nem mondtad, hogy elmész Jerome-mal? Van, ami az én dolgom. Te se szólsz nekem, ha magaddal játszol. Ha néznéd a Twitteremet, nem is kéne. Csöcscsócsháló 69. Most! Csákány, tudjátok, mi van? Én is indulok bál királynak! Minek? Ja, Neil jelölt a címre. Hogy te hazajöttél és meg nem? Csak nem szeretője van? Holnap van a szavazás, úgyhogy beszédet kell írnom. Szerencsére a Krisztaján drímel arra, hogy bál király. Szóval megvan, hogy mivel kezdem. Ó, nem Isten, látod, mennyire fel van dobva? Igen, nagyszerű, nem? Nem nagyszerű. Kriszt nem alkalmas bál királynak, esélye sincsen, hogy nyerjen. Ott kell lennünk az iskolában, hogy megvigasztaljuk, amikor veszít. Ó, a meleg szegyám! Áh, meleg!